a Cashport VB Vlog támogatója, a jéghideg sörök szállítója, a Nonstop Spirit Store. Köszöntünk benneteket, ahogy Holló Robi kollégánk ígérte, a 2018-as, egyébként 21. labdarúgó világbajnokság Cashport videóvlogjával jelentkezünk. Állandó partnerem, Nyitrai András, Nitro, szervusz, Nitro. Sziasztok, szia Csaba. Hát megpróbálunk segítséget nyújtani nektek azzal kapcsolatban, hogy igazodjatok a világbajnokság történései között. Nem lesz könnyű nekünk sem az. Tehát itt egy órája gyakoroljuk már a szaudarábiai válogatottnak az összeállítását. Nem sokra jutottunk, mert hogy ma 17 órakor az Oroszország-Szaudarábia összecsapással kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Jósolgatni fogunk, tippelgetni, hogy ki az esélyes. Ma nem vállalunk nagy kockázatot. Oroszország egyértelmű. Mi is így gondoljuk. Vladimir Vladimirovics Putyin egyébként úgy nyilatkozott, hogy már régóta nem jött ki egy jó eredmény az orosz válogatottnak, de majd most. Ugye tudjuk, hogy az Bornája, az hát küzdött az eredménytelenséggel az elmúlt időszakban, ebben megegyezhetünk. Küzdött, sőt, hát én azt olvastam, hogy gyakorlatilag mindenre elkészültek a VB-re, csak a csapattal nem. Az általános vélemények szerint ugye 7 meccset buktak zsinórba előtte, vagy hát nem nyertek, x-ek vereségek voltak a felkészülési meccseken. Úgyhogy nem állt úgy jól a szénájuk egyelőre, de azért most csak egy olyan ellenfél lesz, aki kellemes lehet számukra. Megnéztem egyébként, hogy nincs benne az Bornájába a rejtett eredmény, hogy esetleg ilyenkor rejtőzködnek, 7 meccset nem nyernek meg, aztán utána pedig a világbajnokságot igen. De azt néztük, hogy 4 évvel ezelőtt a csoportjában ragadt az orosz válogatott, 2006-ban, illetve 2010-ben pedig ki sem jutottak. Úgyhogy a nagy eredményt azt idén várja tőlük az orosz közönség elsősorban, és annyit még érdemes tudni róla, hogy felmerült, hogy nincs benne a pakliban, hogy a játékvezetők esetleg egy kicsit segítik őket. Nem nagyon, csak annyira, mint mondjuk Dél-Koreában segítették a negyeddöntőig jutó, vagy talán a legjobb 4 közé jutó Dél-Koreát. Hát mi várható ezzel kapcsolatban? Nehéz lesz őket segíteni, mert a tavalyi konfederációs kupán sem sikerült még annyira sem megtolni őket, hogy valami tisztességes eredményt mutassanak föl. Én azt gondolom, hogy az ázsiai világbajnokság, ott a Japán-Dél-Korea, ez egy nagyon egyedi eset volt. Ez az orosz válogatott olyan átalakulásokon ment át, rengeteg játékos kimaradt már a tavalyi keretből is, hogy nagyon nehezen hiszem, hogy itt bármi komoly eredményt össze tudnának hozni. Próbálkoznak mindennel, ugye van brazil honosított játékosuk is, kimaradtak olyanok, mint mondjuk a Berezucki fivérek, akik nélkül én el nem nagyon tudtam volna képzelni, hogy valaha lesz orosz válogatott, de most már ezt is megéljük. Van 3 súlyos sérültjük. Az meg a másik, ugye, hogy még ilyen hiányzóik is vannak, úgyhogy fel van adva Csercseszovnak nagyon a feladat. Ha már Csercseszov, ezt fogjátok látni majd a kispad mellett, hogy egy nagyon csinos és kackiás bajusszal rendelkezik Csercseszov mester, és hát egy roppant kreatív orosz TV riporternek az a gondolata támad, hogy arra biztatja az orosz válogatott szurkolóit, hogy növesztenek olyan bajszot, mint amilyen Csercseszovnak van. És aztán a sajtótájékoztatón, a VB előtti utolsó sajtótájékoztatón kérdezték Csercseszovtól, hogy mit szól ez az egyébként impozáns kezdeményezéshez, miszerint a szurkolók majd Csercseszov bajusszal fogják biztatni a csapatot, ő pedig lakonikus egyszerűséggel mondta, hogy fogalmam sincs, hogy miről beszéltek. Legalább annyira fogalma nincs egyébként erről, mint mondjuk nekem a Szaúd-Arábiai válogatott játékereiről. Itt azért, hogyha megnézem a csapatot, Al-Hilal, Al-Ahli, nem tudom, hogy ki mennyien meccset szokott nézni, én nem sokat. 3 spanyol légiósuk van. Nekem az utolsó ismert nevem Samuel Jaber, nem tudom, hogy rám még emlékszel, talán még a 98-as VB-n kavargatott. Így van. Utoljára. Igen, mert hogy 24 évvel ezelőtt az 1994-es egyébként amerikai tornán nyertek utoljára mérkőzést, viszont nem kis célt tűztek maguk elé, ez pedig az, hogy a Mo Salah-val felálló egyiptomi válogatottat megelőzzék a csoportban. Hát már én ezt is egy kicsit túlzott elvárásnak érzem, de ki tudja. Általában azért nem arról szoktak híresek lenni, hogy pontot, főleg pontokat gyűjtögetnek. Bár, ahogy láttam edzéseken, már sokan beszállnak segíteni hozzájuk, sejkek is bemennek edzésre utasításokat adni, úgyhogy hát majd meglátjuk, mi sül ki ebből, de nehezen hiszem, hogy a nyitó meccs hozzá meg számukra nagy áttörést. Nézzük meg gyorsan a csoportot, a kis diskurzusunk végén. Ugye Uruguay, Oroszország, Egyiptom és Szaúd-Arábia alkotja az A csoportot. Az nyilván teljesen véletlen, hogy Oroszország egyébként a papíron is és mindenhogy leggyengébb csoportba került, aminek a favoritja így is Uruguay, a második viszont Oroszország, a harmadik Egyiptom, a negyedik pedig Szaúd-Arábia. Tehát a tippünk ma estére egyértelműen. Oroszország, Szaúd-Arábia, én meg is kockáztatok például 3-0-et. Na, van nekünk egy kabala
figuránk itt az oroszországi labdarúgó világbajnokságon, ugye emlékeznek, még a legutóbbin Pól volt a polip, az idejének is van egyébként, Achilles a macska, aki orosz nemzeti ruhába öltözve az orosz táp, illetve a szaudarábiai táp közül választhatott, nagy meglepetés az orosz tápot választotta. Nekünk hollónk van egyébként, meg is kérem a mi hollónkat, hogy jöjjön ide. Abszolút futball szűzről van szó, és a szűz kéz ugye szerencsét hoz. Arra kérünk, Robi, hogy segíts tippel a kedves nézőket, hogy mire számíthatunk ma este. Nyilván, hogy melyik csapat nyer, és számszerűleg mennyire. Én szerintem az előbb elhangzottak alapján és a nagy-nagy tapasztalatom alapján Oroszország fog nyerni, és 4-0-ra verik az arab barátainkat. Én 2-1-re tippelek, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Ha van kedvetek egyébként, akkor a Facebook poszt alatt természetesen kommentelhettek, tippelhettek ti is, és megígérhetjük, hogy a VB folyamán nagyon sokszor ezzel nyerhettek is. Ennek részleteit majd elmondjuk, és köszönjük a Spirit Store-nak, hogy ez a vlog az idei világbajnokságon létrejöhetett. Holnap is jelentkezünk meccselemzéssel, úgyhogy ne menjetek sehová.